A technikai fejlesztésben vár fontos szerep az ősszel megnyílt Pollák Mihály Műszaki Főiskolára. A 180 milliós beruházással létesülő intézmény teljes felépítése csak 1971-ben fejeződik be. De dolgozni, alkotni csak az egészséges ember képes, és óvni kell a kicsinyek és az idősek egészségét is. E szép feladat 58 milliós költséggel megteremtett legújabb bázisa a Városi Rendelőintézet új Mecsekalján. Az új rendelő körül és egész új Mecsekalján évről évre tovább terebélyesedik a modern városrész. S amennyire jellemző Pécsre a sok emeletes házak sokasodása, krónikáinkban először az építőkúti lakótelep Fafaneles óvodájáról számolunk be. A kicsinyek új otthona varázslatosan rövid idő, 2 hónap alatt készült el, és 600 ezer forintba kerül. A télen-nyáron 60-70 gyereket befogadó kitűnő megoldás lehet, a férőhely hiány gyors enyhítésére mások is az országban. Bölcsőde és óvoda épül a Szigeti úton. Közvetlen közelében, szeptemberben 12 tantermes általános iskola nyitotta meg kapuit. A fiatalok nem kis örökére a tejüzem mellett 4000 férőhelyes sportcsarnok alapozását kezdték meg. A Siklósi úton is nagy arányú munka indult. Vasúti felüljáró épül majd a Pécs-Harkány-Siklósi közúti forgalom meggyorsítására. Lakások százai készültek el idén is. A déli város részen fél év alatt épült ez a 3 10 emeletes ház. Az idén költöztek be a lakók Pécs legmagasabb épületébe, a 17 emeletes toronyházba is új Mecsekalján. Pécset ez az év sem múlt el anélkül, hogy ne épült volna a korszerű lakóházak egész sora a város különböző részein. Ezrek és ezrek teremthettek itt maguknak igazi otthont 1972-ben is. A több mint 4000 lakásra tervezett Gertvárosi negyedben 670 lakás készült el az impozáns méretű építkezés során. Személyes bölcsőde és 125 személyes óvoda készült el. Külön öröm emlékeztetni arra, hogy új óvodáról készített felvételek elmúlt évi krónikánkból sem hiányoztak, és biztos, hogy Pécset jövőre sem feledkeznek meg a legkisebbekről. Az Orvostudományi Egyetem 40 milliós költséggel épített 400 személyes új kollégiuma. A Zsaján stúdió, hogy híreket, különféle műsorokat, itt például zenei sorozatokat sugároznak a 2 személyes szobákba. Idén készült el a Mechanikai Laboratórium Pécsett épülőgyárának első része. Az ünnepségen Kovács Gyula igazgató megnyitója után Horgos Gyula fogó és gépipari miniszter adta át a modern gépekkel felszerelt új üzemet, amely már ma is 320 dolgozót foglalkoztat. Sokáig emlékezetes marad az a felvonulás, amelyben a vén omnibusztól az emeletes autóbuszig közlekedési eszközök sora gurult végig a városon.